Pénteken a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karára látogatott Pertti Antinen, finnországi nagykövete. A diplomata kiemelte, fontosnak tartja, hogy megismerkedjen a Budapesten kívüli élettel, a vidéki Magyarországgal. Ezért volt nagy öröm számára, hogy meghívást kapott a vármegyeszékhelyen működő magyar-finn baráti körtől. Opetoksen alla, niin meitähän yhdistää... Magyarország és Finnország is az Európai Unió tagja, így a meghirdetett programokon közösen vehetnek részt. A Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai karán az Erasmus csereprogramról volt szó, amely egy jó lehetőség úgy a magyar, mint a finn diákok számára. A hallgatók megismerkedhetnek egy másik országgal és annak az oktatási rendszerével. Vannak tematikus együttműködések is a magyar és a finn egyetemek között. Úgy érzékeltem, a finn oktatás tapasztalatai iránt nagy az érdeklődés Magyarországon. A vendégek között a Békés Csabai iskolák igazgatói, valamint az Erasmus koordinátorok vettek részt. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karának dékánja kiemelte. A nagykövettel kötetlen beszélgetésen vitatták meg tapasztalataikat a ki- és beutazó hallgatókat illetően. Azt kérdeztél, arról beszélgettünk, hogy miként lehet bátorítani a hallgatóinkat. Mi ugye én az egyetemi szintről tudok beszélni, az egyetemi hallgatóinkat ismerem, hogy hogyan lehetne rávenni őket, hogy világot lássanak, de úgy természetesen az Erasmus programnak az lenne a lényege, hogy eltöltenek akár Finnországban, akár Európa más országaiban egy fél évet például, vagy akár egy szakmai gyakorlatot, és ezt a tapasztalatokat hazahozva itt Békés Csabán, Békés Vármegyében kamatoztatva építik tulajdonképpen a közösségünket. Pertti Antinen csütörtökön felkereste a Békés megyei könyvtárat, majd pénteken a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karát megelőzően a Városházára látogatott, ahol Szarvas Péter polgármesterrel értekezett. Emellett találkozott a helyi szlovákság képviselőivel, valamint megnézte az evangélikus nagytemplomot, ellátogatott a Csaba Gyöngye kulturális központba, valamint környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel is eszmecserét folytatott.